Ez a két fő titános játék érkezett meg, és a tavalyi alkalom során a Clash of the Titans-ről sokat foglalkoztam. Sikerült bemutatni mindegyik verziót, az egyik, a fő verzió az Xbox 360-as. Aztán bemutattam, ami szerintem jobb változat, a Nintendo DS-re jelent meg, illetve volt még egy változat, ez pedig a Game Boy Advance-ra is megjelent, ezeket is bemutattam. Sikerült még ideig szakítani a Crash Mind Over Mutant-re az Xbox 360-on, végig játszottam ezt 100%-ra, viszont itt is van másik verzió, viszont itt csak egy különböző, egy másik verzió van, ez a Nintendo DS-re megjelent. Ebben a videóban az a tervem, hogy egy nagy videóba a teljes DS verziót bemutassam nektek. Szerintem emlékeztek a DS felépítésére, itt van a start menü, itt pedig a másik képernyő, ezt fogjuk akkor használni. Na kezdődjék a játék, kalandot választjuk ki, a mutáns harcot, mini játékok, készítők és a nyelvet. Hát kezdjünk bele a kalandba, akkor egy új mentésbe vágunk bele, és akkor kezdődjék a sztori. Valamilyen gonosz laborhelyen vagyunk, és ott nevetgél a mi Cortexünk. Végre feltaláltam a tökéletes technológiai gizmót, ezt használom az összes lényt tudom irányítani. I'm back, baby! Hoppa, Nina is itt van az, hogy befejeznék végre, nem hallom a saját gondolataimat a nagy hangzavartól. Hogyan lehetne online vásárolni így? Nem valami, micsoda porszívót találtál fel? Hogyha már megint az a fejfedő hülyeség, akkor én azt nem fogom viselni. Ez az Envy lesz, ez az Envy. Ez nem egy átlagos gizmo, hanem ez egy tanulás az agymosásra. Mindenre lehet használni, ami majd mindenki szükségét meg fogja oldani. Ingyenes internet használat. Bármelyik sorozatot el tudod érni, ingyenes zene, és ami a legjobb, na most figyelj, gonosz mojo elmebántás, hát ilyen nincsen. Ugyanaz a sztori akkor úgy tűnik, csak Ninával és Cortex-el kezdődik, kipróbálják akkor, hogy gondolom Nina akkor megpróbálja felvenni, vagy mi. Nem kéne iskolába menned? Figyelj, elküldi. Tűnés innen vagy pedig, én el fogom verni. A, micsoda, hova mész? Na jó, menjél csak iskolába, igaz? Vagy pedig mondhatom azt is, hogy elmegyek iskolába, és mégsem megyek. Figyeld Ninának a szövegét. Hát a sztori az elég jól kezdődik. De akkor Cortex hogy folytatja? Végre már elment. És akkor kezdődik a kaland, úgy tűnik a Wumpa szigeten, így bizony. Ott van nekünk Coco, ott van nekünk Crash. A túl sok időt töltök azzal, hogy utánatok takarítok, illetve amit Cortex hátra hagy. Crash, tudnál segíteni ebben egy kicsit nekem? Hát szerintem biztos igen. Ja, így bizony, így. Crash! Mentsük meg Wumpa szigetet, de már, ja, mert a titános játék végén, ugyebár, most arra gondol, igaz? Várj csak egy kicsit, Crash, nagyon sajnálom, na mi, itt megjött mi, de nem kell neked feltakarítani ezt, akkor, micsoda? Hibáztam, hogy ezt kértem tőled? Most akkor mi van, Coco, most akkor mi a helyzet itt a történettel? Hol van az a húsfej Crunch? Ő neki kellene segíteni. Na nézzük, Crunch merre van, itt van Crunch. Hey srácok, új nagy híreket hoztam, valami nagy kütyű jött, ami megoldja majd minden szükségletünket a szórakozásba. És úgy tűnik, hogy sikerült vásárolnom néhányat, olcsó volt. Valami olyasmi is rá volt írva, hogy 500 havi, havonta 500? Vagy mi? De ne aggódjatok emiatt, Crunchom. Na mi ez a kütyű? Hadd nézzem, és hadd próbáljam. Adj csak egy néhány másodpercet. Ott van, fel is rakták, nézd csak. Crunchon és Cocoon is már rajta van. Azt mondja, hát ez nagyszerű. Tessék, küldök neked egy üzenetet, szóljál, hogyha megérkezett. Meg is kaptam. Hú, hát egymás mellett az aztán nagy üzengetés. És hogyan lehet válaszolni erre az üzenetre? Ezt nem tudod kitalálni magadtól? Ott van az új blog, megnéztem egy új filmet, megrendeltem egy pár zognit,
Ez szuper kütyű! Ez nagyon jó szórakozás ez a dolog, de kicsit össze vagyok zavarodva, várják, kaptam még egy üzenetet. Srácok, nem tűntök valami jónak, lehet, hogy inkább egy kicsit tegyétek le egy kicsit azokat a dolgokat, ahova hello everyone, gratulálunk az új vásárlásotokhoz. Tudjuk, hogy jól szórakoztok, egy újabb bónuszt hozzáadunk és bejelentjük, amivel még jobban fogjátok élvezni ezt a megjelenési napot. Minél több ember van a kütyűvel egy helyen, annál királyabb lesz ez a kütyű. Húha, hát mennünk kell, akkor úgy tűnik. Ja, akkor csak induljunk és jó, el is mentek, szevasztok akkor. Crash és Aku pedig követik őket. Itt van alattam, így írja a másik képernyőn, hogy hanyadik pálya. Tehát ez van a másik képernyőn. Egyes világ, egyes pálya. Lehet játszani a pályán, megváltoztatni a kosztümöt és ki lehet választani a világot is. Nézzük meg akkor, mi a helyzet. Itt van nekünk akkor a Wumpa Island, hát itt még nem lehet akkor sehova sem menni, ez az egy van, de egy ilyen nagy térképünk van, úgyhogy lépjünk be, és akkor ez a Wumpa sziget az első világ, és az első pályán lehet menni. Nézzük meg, milyen kosztüm van, azt mondja, csak Crash simán, és van egy másik, nincsen másik még. Hát nyilvánvaló első pálya, hogy lenne már. Na de akkor kezdjünk hozzá, akkor ott van a touch-os control. Nézzük meg, rá lehet kattintani, akkor Akura nézzük meg, Aku itt adja nekünk a tippeket, hogy hogyan kell nekünk mozogni. Rendben, köszönjük szépen, az nekem menni fog, én úgy gondolom, de mondja a következőt, nyom meg a B gombot, hogy ugorjál. Oké, akkor az az ugrás, ezzel tudunk ugorni. Úgy tűnik, ez ilyen 2D-s játék, a dupla ugrás is van, tehát nem olyan 3D-s, pedig a Titans-es azt úgy meg tudták csinálni, hogy 3D-s legyen. Ez úgy tűnik kétdimenziós játék lesz. Na de akkor azt nézzük meg, hogy ezeknek a gyűjtése esetleg szükséges-e, vagy mit kap. Ez a rugás van még, Y az ütés, itt alatta át tudunk-e. Azaz, jó, akkor a szokásos crash-es kis átbújás. Inkább itt úgy tűnik, hogy olyan az irányítás, mint tényleg a titános játékokban. Tehát a Titans-nél azt tudom, hogy ott inkább volt olyan crash-es típusú az a játékmenet, de itt azért egy kicsit másabb. Na ez az üssük, pörögjünk. És itt van szédülés a pörgés után. Hát ez akkor olyan lesz, mint a titános. Na várjál, üssünk akkor 1-2-3-at. Ez az, le is győztük. Talán lefelé, nem lehet úgy. Egy olyan bounce le. Ez bizony, ezt akartam én elérni. Így szép lett. Aztán ott, hát alatta is át lehet menni, de én megyek aztán. A doboz számláló van-e? Vagy a Wumpa számláló? Az az élet lesz. Jó, menjünk akkor idefent tovább. A nyilakhoz kell nekünk eljutni, mert akkor úgy tűnik, hogy úgy tudunk tovább haladni. Hát nem a pályán végül is, mert a pálya teljesítése az nem az első nyíl elérése, hanem a továbbiakat kell nekünk. Majd megnézzük, hogy hogyan lehet nekünk teljesíteni, maxolni, mindent összegyűjteni, tehát hogy milyen extrák vannak. Na várjál csak, itt a bónusz, na várjál, kérdezzük meg akkor Aku-Akut mit mond. Figyelj, ez ilyen kincses platformokra Crash, nyom meg az át, hogy elvigyen a kincses szobába, de vigyázz, mert biztos valami gond is lehet, hát megnézzük, mi a gond. De wow, figyeld, elviszi. Oké, 40 másodperc, aztán kell legyűjteni, vagy kincses szoba, vagy addig tudok gyűjteni, vagy pedig el kell jutni itt is a végeire, ilyen magasra. Dupla ugrással, itt leérkezés, még tovább, ja, itt van, itt a jutalom. Megvan. Ja, csak el kell jutni, tehát ez egy ilyen időpróba van, és ott gitározik. Láttad, hogy gitározott ő? Jó, akkor ilyen gyűjteni való van nekünk, egy olyan platform, és aztán ez meg a checkpoint lesz. Jaja, jó kis checkpoint, és akkor visszatudom. Figyelj, itt van, ez a spike. Gyere, győzzük. Jó, hát elég gyenge, vagy hát a kis ütés az nem nagyon viszi ezeket fented, na de mindjárt meg lesz. Oké. Jack, hopprá, így bizony, és megvan Spike, és úgy látszik, hogy itt alul is mutatja, hogy jelenleg ez a Spike aktív, de ez itt mit, hova az ott mi volt? Valamit beaktiváltunk, na nézzük meg, amikor egy mutánst legyőzünk, akkor nyom meg az át, hogy átvegyük az irányítást. Jó, és akkor itt középen ez a gomb, ez a szünetmeni, jó, ez a szélső gomb, ez meg a
Úgy tűnik, hogy el tudjuk tárolni mi is azt a, ugyanúgy, ahogy a Mind Over Mutantbe, ezeket a mutánsokat, és ha akarjuk Crash-sel megyünk, ha akarjuk, akkor ezzel a mutánssal megyünk, ahogy mi szeretnénk, mert lehet, hogy akkor ki kell használni a képességeit, mert itt például átugorni, hát éppen át tudok, és ezt mondjuk szerintem ezzel tudom leszedni, egy nagy ütés, aha, tehát kellenek a mutánsok és a képességeik, illetve hát Crash-re is vissza lehet váltani, és akkor nyugodtan lehetünk, hogy itt a, ez a jackelés nekünk számít-e, hogy mennyit szedünk így össze, az jó kérdés, de itt úgy tűnik, hogy egy darab lehet nálunk, és akkor ott visszaváltunk, nem ezt mondja Akuaku? Igen, elteheted zsebedbe, és akkor később visszahozhatod, tehát akkor tegyük el, és akkor menjünk tovább Crash-sel. Na, ez egész jó, mert a titános részben például ez olyan dolog volt, aminek örültem volna, hogyha már benne volt az elsőbe, de semmelyikbe nem volt benne. Csak a Mind Over Mutant fő részébe is beletették, illetve hát akkor úgy tűnik, hogy ide is a DS verzióba, ennek nagyon örülök. Láttad azt a jó nagy pattogást, amit el tudtam érni? Arra is lehet figyelni, hogy akkor azt ki lehet használni. És akkor itt a portál, amikor ez az első pályának a vége. És akkor itt egy szöveg, amit ír nekem a képernyőn. Új kosztüm, nyom meg az Y-t egy választásnál, hogy válasz kosztümöt. Rendben, akkor a kosztüm kiválasztására megyünk, és akkor megnézzük, hogy kik vannak. Van ez a Crash, és van nekünk még a Boxer Crash. Ügyesebb, vagy erősebb a kicsi támadás. Jó, hát akkor használjuk a Boxer Crash, mert hát ez hátrányokkal nem jár, én úgy érzem. És akkor itt vagyunk, ez a kettes pálya következik. Jó, hát akkor tényleg máshogy néz ki, és már egyből itt van nekünk az a mutáns, amit elhoztunk, mi úgy tűnik, ez nálunk maradt. Ezek a mojo-k, ezek még nem teljesen tiszták, hogy azt most mire használjuk fel, csak úgy gyűjtögessük. A kétszer ráugrok a TNT-re, az összetör engem, szóval az azért kár. Hát az is egy érdekes dolog. Na várjál, itt mondani akar nekem valamit. Na mit mondasz, Akuaku, mondd el a helyzetet. Ez nem a képzelőerőd volt, szerintem megmozdult az a bokor. Próbálj ráütni a bokorra egy mutánssal. Na akkor vegyük elő a mutánst, és utána akkor csapjunk oda neki. Jaj, szóval néha szét lehet törni dolgokat úgy a háttérben, ilyen bokrokat, vagy hát, ja igen, bokrokat, tudom, virágok, vagy gombát is mondjuk, az ott felül az a gomba, az széttörhető, vagy ez csak ilyen pattogózó gomba? Hát nézem, hogy ezzel rá se lehet ugorni, csak gondolom Crash-sel lehet, mert ez olyan nagy hatalmas ez a Spike, oda le is lökjük. Ja, hát jó van, akkor menjünk. Te így akkor a gyűjteni valók, vagy az a cél, hogy a dobozokat összetörik, ez így nincsen nagyon így a játékban, hogy most akkor tényleg én figyeljek oda arra, hogy összegyűjtsök mindent, tehát így speedrunolni lehet simán ezt a játékot anélkül, hogy bármi következménye lenne, nem? Hát most simán megyek, átugrom az ellenfeleket, aztán kész, még a puzzle-ök, hát meglátjuk mennyi puzzle lesz, mert eddig annyi volt, hogy Spike-kal kellett menni, és vele ki kellett dönteni egy, na, itt le tudok, wow, hát jó, át tudtam ugorni, na nézzük akkor milyen level design van, vagy várja, itt így balra is el kellene jutni, itt valami gyűjteni, nem, na, gyűjteni valók itt így csak a mojo-k lennének, illetve azok a portálok, szerintem annyi gyűjtés lehet, ott az ott, várja, az lehet, hogy, az lehet, hogy úgy kellene használni ezt, azzal lassabban ereszkedem le a pörgéssel, lehet, hogy azt kellene kihasználni, de nem vagyok benne teljes mértékben biztos. Abba biztos vagyok, hogy jobbra kell haladni, eljutunk a nyílig, és mehetünk, és akkor checkpoint, aztán visszafele nyíl is van, hogy vissza lehet menni. Nem tudom, annak úgy milyen célja lehet. Itt alul bejött ez a Crash. Ez a Crash, ez mi? Most mi? Ez a sebezhetetlen Crash? Ja, feltöltöttük a mojo-t, és akkor ilyenkor valami erősebb Crash-t így, vagy végtelen pörgés? Nézzük, végtelen pörgés. Jaj, ilyenkor végtelen pörgés. Nem. Az sem. Hát akkor mi van? Rá kellene még kattintani ide, vagy ez... Hát ezt nem tudom. Lehet, hogy erősebb, mert sebezni. Itt most nem láttuk, hogy bele tudunk-e sebezni, de legalább annyit láttunk, hogy akkor mi történik, hogyha feltöltjük, megszerezzük a mojo-t egy pályán.
és akkor utána már többször is meg lehet szerezni, úgy tűnik ott van a bal alsó sarokba. Ez egy olyan karika, azt feltöltjük, gondolom akkor meg lesz a lehetősége annak, hogy akkor újra mi ügyesen akkor olyan sebezhetetlenek, vagy nagyobb erő, szerintem az nagyobb erőt jelentett, nem sebezhetetlenség, hanem csak nagyobb erőt. Habár a boxer crash-sel vagyok, ami alapból nagyobb erőt jelent, szóval az szerintem elég jó, csak ugráljunk fel. De akkor így a mojo gyűjtés, ez kb. Ennyi. Ami így nem valami nagy extra, hát jöjjön a hármas pálya. Egyébként ott lent, ahol a Spike-nak a képe van, ott van mellett egy olyan drága kő, az nem tudom, a Spike-kal kellene menni, és akkor úgy fejlődni, mert volt a játékban az, hogy az nagyon jó volt a Titánhoz képest, hogy amilyen mutánsok voltak nekünk, meg is próbálom, hogy amilyen mutánsok voltak nekünk, azzal lehetett fejlődni, és azt úgy lehetett megtenni, hogy nyilván őt használjuk, mojo-t veszünk fel, de nem vagyok benne teljes mértékben biztos, hogy itt is ez a helyzet, vagy mi. Hát itt középen van ez a komb, ez csak a menü, tehát ez nem ad semmi olyat. A kombókat itt kiírja a másik, na, tehát megmutatom. Itt valami kombókat ír, hogy mit lehet tenni, hogyan támadunk, meg le vannak még kérdőjelezve néhányan. Úgyhogy ez ennyi. Egy mojo mutatkozik még ott, látod, hogy mojo-t adjál neki? Ott az talán az lehet. De erről akku nem szólt, látod, hogy fel lehet úgy tölteni szerintem, hogyha megvan a teljes mojo, akkor a Spike-ot is fel lehet úgy erősíteni, úgy, ahogy láthattuk Crash-el, hogyha megvannak. Üssünk le még egy fát, és akkor így tudunk tovább haladni. Aztán meg talán vissza Crash, hát, vagy még mondjuk itt maradhatok, itt vannak ezek a kis retnisenök, őket le tudjuk győzni. Ugyanazok a kis karakterek, akik voltak mondjuk a titános részben voltak, mert a Mind Over Mutantben egy kicsivel másabb volt a kinézetük. Na, jön egy akustip. Jó lenne a mojo gyűjtesz, miközben egy mutánson vagy, hogy feltöltsd a mojo métert, és egy erősebb mutánsát tud fejlődni. Na akkor itt van a cucc, amit hiányoltam. Akkor a mojo métert fel kellene tölteni, úgy tűnik teljes mértékben, tehát akkor érdemes a mutánsokkal menni, és velük gyűjteni akkor. De itt az ilyen másik mutánsok nem adják a mojo-t, tehát az jó volt, hogy adta a korábbi játékban, de a Titans-ben is, meg a Mind Over Mutant-ben is adtak mojo-t a legyőzött titánok. Itt ezek adnak-e, az a kérdés, mert oda csapok kicsit nagyot, hát keveset, de adnak, ez mondjuk igaz. Hoppá, ezzel mit le... Várj, ezt fel lehet-e menni, vagy... Jól ellögtük! Na jó, akkor most próbáljunk akkor odafigyelni, és akkor lehet, hogy ez lesz az igazság, hogy így lehet akkor fejleszteni ezt a... Várjunk csak vissza rá. Így lehet fejleszteni akkor a mutánsokat. Hogy annak mekkora nagy szerepe lesz, az még kérdés számomra, de a checkpointig eljutottunk, annyi már biztos, és akkor itt folytatjuk, vagy pedig újra kell kezdeni a mojo gyűjtést, mert majd meglátjuk, annyit tudok, hogy ott lent, ott látszik, ott van egy lehetőség arra, hogy akkor szerezzünk egy extrát, hát itt le kell szállni. Átadom a mojo-t most oda, lehet úgy töltögetni fölfelé, nem tudom, hogy meddig kell lesz ezt, és hogy fog ez sikerülni, annyit tudok, hogy akkor megpróbálom átadni. Mindegyik pálya vége előtt talán érdemes lenne odaadni a mojo-t, és akkor úgy közelebb kerülünk. Na, itt ehhez lehet, hogy itt a bokroknál van valami, nézzük meg, mert szerintem ott valahogy oda el kellene jutni. Odáig el tud ütni, elütt, de leestünk. Inkább én azt ott hagytam, lehet, hogy később kell visszatérni, ezek a kosztümök nem tudom mennyire fognak segíteni későbbiek során. Azt tudom, hogy menjünk akkor a Spike-kal, és próbáljuk meg, nézzük meg, milyen fejlesztés, milyen fejlődés van itt, hogyha vele megyek. De ez a harcrendszer, ez elég gyenge, tehát ott csak így ütünk kettőt, vagy valami. Tehát van ilyen blokkolás, vagy hogy nézem, ez van, meg van egy ilyen képesség, kézfogás, így barátkozás, vagy az mi az a másik, de hát hogy is mondjam, na várjál, akkor itt vagyunk, akkor most adjuk át Spike-nak az összes mojo-t, de még így sincs tele, félig van az a tűzjel,
Hát jó, majd hát akkor még a következő pályán ott folytatjuk. Két irányba is tudunk menni, egyrészt itt jobbra ez az 5-ös pálya, azt írja, itt felül ez meg a 4-es pálya, akkor nézzük a 4-es. Hát úgy tűnik ez is egy sima pálya, tehát semmi olyan, nem tudom mennyi. Nagyon sok mojo-t adna, mindjárt megnézzük. Összetörjük a dolgokat, robbantás, ott a bokorban, hát általában egy-két mojo. Nézzük meg, hogy tényleg a bokorban még mindig csak, vagy esetleg van gumpa van valamikor meg mojo van, tehát egy kicsi darab mojo, hát nem tudom mennyire fontos ezt így akkor úgy széttörni. Nagyon kevésnek tűnik. Ja, tudom. Sok kicsi sokra megy, de most komolyan így egyesével kellene, mert alig mozdul az a kis méter úgy fölfelé. De egyébként az jól megvan benne, hogy a harcra tényleg jobb a mutáns, meg úgy az élete is, akkor neki megy, ha esetleg sebződnénk. És a platformerkedésre pedig Crash-sel elég jól lehet platformerkedni, annak mondjuk úgy örülök, tehát az úgy jó, hogy úgy benne, ha ráugrottam és az összetört. Na várjál, ide most ne essünk le, úgyhogy jövök Crash-sel, pattogunk és vissza föl. Az ilyen kis ellenfeleket legyőzi Crash is, tehát igazából csak a nagyok ellen kell szerintem extrán használni. Annak mondjuk örülök, hogy át lehet adni, amit Crash gyűjt, át lehet adni azokat a mojo-kat, amit Crash gyűjt, annak a titánnak, ami jelenleg neked ott van a zsebben. Na várjál, itt lesz egy... Ja, hogy aku itt van, és akkor le kell győzni mindenkit, szerintem itt ezt akarja mondani. Aku, hogy ott az uka lezárás, hát nézem, igen. Uka mindig az utunkba kerül, győzz le az összes ellenfelet, és akkor el fog menni a dolgára. az biztos. Mindjárt tele a mojo meter Crashnek, úgyhogy átmegyek Spike-ba, és akkor onnan átadom a mojo-t neki, ezzel aha. Feltöltődött, és akkor a Spike színezete is megváltozik, itt alul a képe is megváltozik, erősebb lett akkor. Na ez már igen, ez igen. Jó, na ez most úgy megtetszett így a játékba, hogy akkor így a mojo, most már úgy van értelme, így már látom, hogy mi értelme. Na az elején nagyon nem beszélt erről a játék, hogy most akkor fejleszed a titánodat, vagy nem, vagy mit csináljál, tehát úgy nem volt semmi feladata. Na de most már az a kérdés, hogy most már az összes Spike ilyen lesz, vagy mondjuk akkor csak az, amelyik nálad van, tehát ilyenkor most akkor az a kérdés, hogy megmarad-e ez a szint, mert ez volt a Mind Over Mutantnek számomra a nagy előnye, hogy ott tényleg akkor fejlődtél a többivel, a többi mutánssal is, és akkor, hogyha ügyes voltál, akkor azt eltárolta. Tehát egyrészt lehetett nálad, másrészt meg ahogy fejlődtél, akkor utána az szerepelhetett nálad a játékmenetben. Innen mehetünk tovább a 4-es pályától a 7-esbe, de hát várj, akkor én a 3-asból, én az 5, tehát 4-es, 5-ös, nem tudom mi van, ha kiadjunk, majd lehet később, megnézem később, hogy mi van, ha kiadjunk, de úgy tűnik, hogy wow, érdemes nézni a pályákat, mert első világról van szó, de itt más a kinézet, tehát itt a Treetops, vagy a nem tudom, a családfa, a Family Tree epizód, vagy valami lehet itt, úgy tűnik, hogy Uka az lezárta nekünk itt a helyet. Én hozom a fejlesztett Spike-omat, most már csak az a kérdés, hogyha én átugrok erre, akkor ő sima kicsi lesz, sima lesz, ez így nem jó. Tehát akkor sose cserélhetek majd Spike-ot? Tehát örökre ezzel a Spike-kal kell maradnom, ami jó, én maradok ezzel, csak mi lesz, hogyha jön egy másik mutáns vissza, akkor a gyenge Spike-ra, nem áll. Várj, majd lehet, hogy van valami, valahogy el lehet hozni, vagy valami csak lesz, hogy jó legyen, mert ez nem hiszem el, hogy amit az Xbox-os verzióban olyan szépen kijavítottak, megcsinálták, azt most ezt így le fogják nullázni. Szerintem valahogy csak el lehet majd tárolni, vagy fel lehet hozni ezt a fejlesztett Spike-ot, mert még szerintem továbbra is lehet fejleszteni, nem? Vagy csak egyszer lehet? Hát majd kiderül, vagy lehet amúgy csak egyszer lehet, mert nálam van mojo, de az a helyzet, hogy
már nem írja, hogy most akkor át akarod-e adni. Hát az átadásról már itt nincs szó. Hogyha ugrasz, akkor azt a madarat le is lövi, mert akkor a nagy figyeld, ugrik, ráugrok, annyi neki. Figyeld, ez nagyon-nagyon erős. Így nagyon erős lett, úgy tűnik nekem legalábbis, aminek úgy örülök, figyeld, ráugor, erre ráugorni, erre, akkor ellököm. Tehát ellökődik az, erre ráugrok, ez összetöri egy az egybe, hiába szurkálós. Ez egy ilyen OP, egy OP dolog. Nem lehet duplán ugorni, az igaz, viszont ha ráugrasz valamkire, vagy jön egy ilyen kis ellenfél, akkor az egyszerű, de nagyszerű. Na most kell figyelni, és inkább leszállni, mert a TNT-k azok, ha Crash is kétszer ráugrik, akkor is annyi. Azt mondjuk nem tudom, hogy miért, de a másodjára ráugrik, akkor robban, és ez szerintem semmelyik Crash játékban nem volt úgy, hogy robban, hogyha másodjára ráugrasz a TNT-t, hát visszaszámol és kész, tehát hogy akkor fel fog robbanni, amikor lejár a visszaszámláló, ennyi. Az ötös pályától meg ugyanúgy fentebb a hetes számúra megyünk. Hol van a hatos pálya? Ne haragudjatok! Az valahogy kimaradt, vagy nem tudom mi van velük, de úgy tűnik, hogy nekik nem kell a hatos pálya. Na, ne oda szépen lecsúszkálóztam szépen lassan. Tjú, de sokan vagytok, le is kell győzni mindenkit. Na jó, akkor hadd jöjjön a pörgés, és akkor remélem nem lesz szédülés belőle. Ó, hát ez így kevés lesz. Jöhet a nagy melák, és akkor csapjunk oda. Két egyszerű kicsi csapás, és le vannak győzve. Ott akkor menjünk szépen továbbfelé, azokat átugráljuk, megyünk. Sok kisebb-nagyobb részletből áll ez a pálya, de volt ilyen akadály is, valami ilyen farönköt küldtek, egy ilyen csapda volt itt. Pong, ilyen hanggal, és akkor úgy indítja. Hallottad? Pong, és akkor figyeld, jön. Láttad, hogy ellökte egy olyan indul. Ennyi volt még ezen a pályán. Innen megyünk akkor a hatos pálya, vagy hogy van, mert ez a hetes. Megyünk fentebb, ez meg a 8-as. Most komolyan, az már az első játékban az első világban nem tudták kiszámolni, hogy melyik a 6-os pálya, vagy mi van, ezek micsodák, vagy a kis bolha, vagy mi ez a kis poingok, figyeld. Egy csapás és annyi nekik, hát ez akkor nekem úgy is mehet, jönnek még ők is, átugrom. Ó, most már itt egy nagy spike van. Ja, tehát így alapból szerintem majd később nagyobb lesz az a mutáns, ami itt van. Tehát itt ezt én nem nyúltam ehhez, sőt én elő se vettem az enyémet, és már ilyen nagy lett, vagy nem, és akkor kidobta a másikat. Hát nekem mindegy, hogy kidobod, nem dobod, de akkor úgy tűnik, hogy fejlődik így magától is ez a mutáns a sztoriból. Ahogy haladsz előre, úgy ezek megtörténnek, szóval így nincs gond azzal, hogy most milyen erős a tiéd, hanem gondolom, hát vagy hát így nem próbáltam, hogy mi a helyzet, mert ez az első végigjátszásom ezzel a játékkal, de ha mondjuk nem fejlesztem a Spike-ot, akkor tényleg a gyengébb Spike van, vagy pedig itt figyelt a játék arról, hogy ja, én fejlesztettem, úgyhogy erősebb lesz. Ez a pálya is kész. Figyeld, a 8-as pályából megyünk a, vagy várj, mi van itt, ez itt a bónusz? Na nézzük! Bónusz pálya, akkor hogy változik, mit lehet szerezni, hogy mi a tennivaló, nézzünk, ja ide a Spike, jó, akkor vegyük elő, aztán egy csapjunk ide egy, vagy vele, ez a kicsi a nagy ütés, így, utána mehetünk tovább itt, aha, ez már valami, így lehet aztán a mojo-t gyűjteni, szóval ez itt a bónusz, akkor hát itt szerintem szinte ingyen lehet fejleszteni egyet, hogyha még nem tetted volna meg, ingyen lehet egy Spike-ot elvinni, egy vadonatújat idad nekünk, aztán, ja, ja, ez így ennyi volt így a bónusz, hogy onnan akkor fel tudunk, és akkor boss battle, itt van nekünk a boss, de itt alul nézd csak meg, hogy akkor mi az a spike-oknál, itt vannak a drága kövek, de nem sikerült úgy fejleszteni, vagy mert ez az 1/3 nem a boss harcnál szereztem meg, hanem az első pályánál, ez a tekercs, nem tudom. Na, hát akkor menjünk és nézzük meg, mi ez a boss harc. Oké, egy másik titán, egy spike, hős spike van itt nekünk, vagy ki ez? Itt ugyanúgy két, várj, vegyük elő a spike-ot, ad legalább akkor azzal támadjak. Pajzs van nála, és akkor egy ilyen támadás, az jó volt. Vere, akkor nyomjunk ki valami jó, egy olyan támadás. Nézzük, ki tett minket a sarokba, vagy vere.
Jó, arrébb ment. Szaladgál, nekünk akar jönni. Most egy támadás. Na, arra megint egy nagy támadó. Nézzük ezt. Az, pont hátulról meg tudott támadni minket. Nem sok marad, nem sok marad így. Na, arra szerintem megint nekünk szalad. Vagy mit csinál? Ja, nem. Küldi a... Azt én visszaküldeném neked azt a bowlingó józást. Ezt a kőszikladobálást, kóla, kongos, boss fight. Na, arra így egy védekezés, és utána egy erősítést. Ajaj, hát ez nem volt valami jó erősítés. Lentem mentünk a következő fázisra, de hogy most itt crash-el, hogy fogok végig haladni, az jó kérdés, megpróbálok itt támadni. Hú, így mi lesz crash-el? Jó, röveg, robog, minden jönnek. Amúgy jól megcsinálták 2D-s boss fight. Elég jól a fázisok, jól elkészültek, én azt mondom, hogy nem rossz a támadás. Hoppá, jön így felénk szalad. Szerintem ezt csak titánnal lehet megcsinálni, visszatértem, de látod, most leestem megint a titánról, most itt hogy csípjem le ezt a... Mert teljesen tele van tüskével. Ez, hát ha itt már beszorítom, várjál akkor nagyobb támadás. Pajzsal, gyerünk egy utolsó nagy... még belassította! Na így akkor a spike-hel is vagy. Itt van a smaragd, itt drága kő. Akkor így lehet a drága követ megszerezni, akkor ez egy spike-os. Na itt a spike mellett van ott lent. És akkor a tánc, itt van az igazi crash tánc, jól van. Első sziget teljesítve, innen tudunk tovább haladni a Wumpa Islandről a Crystal Mountainre. Okés! Nézzük akkor a második világot. Akunak megint van egy tippje. A tipp az, hogy ha maximalizálni akarjuk az erejét a mutásnak, akkor gyűjtsünk power gemeket a bossoktól. Hát ezt már megtettük. Addig a gyengébb mutánsokkal leszünk. Ezt megtettük, sikerült megszerezni akkor citromsárgát, az első színes drága követ akkor. És ezzel erősebbek lesznek akkor a mutánsok a második világban, ahogy látom, itt vannak ezek a kis koala lények. Ez is a titános részből van, tehát úgy tűnik, hogy ezeket a Titans részekből hozzák el az ilyen kicsi ellenfeleket. Ezek voltak Tiny-nál, amikor a... Ja, meg böfögnek ugyanúgy. Mondjuk a támadásuk az ugyanaz, úgy tűnik, és jól sebeznek. Cső! Kicsit így olyan, mintha a keveréke lenne amúgy akkor a Titansnak, meg a Mind Over Mutant. Jó, ez milyen elektromos, ja, figyeld azt a támadást. Én kedvenc állataim pedig ezek, és így csípnek. Ho, még egy újabb ellenfél. Vagy mi volt az? Ki lőtött ki, vagy... Na várj, az egy olyan kristály, ami árammoz, vagy én nem hallgatom meg most akut, mert én nekem nincs erre időm, hogy itt így hallgatózok, hát össze fognak törni ezek, vagy ezek támadnak, én nem is látom, nem is tudom, azt tudom, hogy gyorsan erre ráugrunk, okay, legyőzve, ho, nézd csak ki van itt, itt az Electric című mutás, na akkor győzzük le őt is puszta kézzel, és átvesszük akkor őt, nézzük meg, akkor itt mi a tennivaló, őt is lehet fejleszteni, és a támadásai egy elektromos támadás, ez a nagy, és a kicsi támadás pedig így dobálózik. Rendben, hát akkor töltsük is fel a mojo-val, én azt mondom, hogy szerintem majdnem, hát, vagy a negyedét fel tudtuk tölteni egyből, mert én tárolgattam a mojo-t, de most már akkor összegyűjtjük a többit, eddig csak úgy mentünk egyenest. Jó, akkor így távolra is tud most már itt így lökni egy ilyen sebzést, ha bár az kicsi sebzés, de kettő, és akkor legyőzik, oda tud-e sebezni, arra nem tud, akkor ezt ugorjam át, hát akkor úgy tűnik inkább, látod, hogy fentről támadást indít el, azt is eltaláljuk, na legalább annak hamarabb vége, vagy erre ráugrok, az sebzi, az nem jó, ha ráugrok, szóval, ja, az olyan villámcsapást indít, és itt a pálya vége, megyünk tovább a második pályára, ho, kiszaladt, itt valami nagy bika itt ide szaladt, nézd, ott van, ez a szalad, egy ilyen vaddisznó vagy orszarú. Figyeld, itt van. Hát, hogy szerintem nem lehet befogni, vagy ilyesmi. Jó, itt balra lépegessünk el. Aha, és itt van, várjál, ide most hogy van ez? Ez most le van így zárva, akkor oda hogy lehet bemenni? Azokat a blokkokat, várjál, az elektrik, az szét tudja törni a támadásával, az a... Milyen? Ide egy másik mutáns kell szerintem, ami ezeket a doboz, vagy hát nem nevezetném ezeket a vas kockákat szét tudná törni szerintem. Mert talán ezeket is szét lehetne, hát lehet ezeket is szét lehet törni, de lehet spike-kal.
mert ezzel nem tehetünk olyat, vagy pont el kell találni ott azt a lyukat, okay, akkor így össze lehet törni, de hát ez most, hát nem tudom. Spike-nak kiderült elég hamar, hogy mi az a különleges képessége, az volt, hogy amikor voltak ilyen, várja. Amikor voltak ilyen fák, azokat ki tudtad dönteni, na de itt ez az Electric eddig még nem mutatott nekem semmit, hogy mit tud tenni. Talán ott kell egy módot, hogy elektromossággal feltörsd ezt a liftet, Crash, nézz körül, jó vagy a puzzle-ökben, hát ez egyszerű lesz. Na itt van, akkor csak megszólalta ez a... Vissza, mert ez közben meg támad, de át kell valahogy ugorni, csak olyan csúszósan működik. Mondjuk erre akkor a liftre tettünk egy kis elektromosságot, és így fel is hozott minket, mehetünk. De hogy csúszik ez az Electric, ez tényleg csúszik, ahogy szaladgál és megy, úgyhogy érdekes az irányítás, annyi biztos. A Spike azért az hát masszívabb is volt, az is igaz. Na, egy csapás neki, így bizony, aztán itt is van nekünk valami gyógyítás. Itt van a felkiáltó jeles dobozkánk, na jó, akkor aktiváljuk ezt, és akkor fel tudunk jutni idáig. Szerintem most már leugrok, és akkor megyek így, szépen, de ott van már az a... mégis aktiválni kell itt, pont itt egyet, várjál, ezt átugorjuk. Hogy kellene ezt legyőzni, mert rásebezni nem lehet, semmit nem lehet azzal csinálni, csak várni, hogy eltaláljon minket, kb. Ez az egész. Na jó, ott én nem ugrok érte, annyit nem ér az a pár mojo, azt viszont legyőzzük, és így mehetünk. Ez kell még, Na erre valami feltöltés, ennek a másik oldalán tuti, hogy a portát át kell ugorni, nem? Vagy hogy... tudtam, hogy a portál másik oldalán lesz, jó. És akkor így, ha lemegyünk, hova jutunk, azt mondja, itt egy kis titok. Itt még megy tovább a pálya? Vagy mi? Ugyanoda vezet? Vagy ez... még egy különlegesebb helyre vezet. Na jó, nézzük meg, akkor remélem ad egy új skint, ahogyha már így el tudtam jutni ide, oda feljut. Csak sok mojo. Hát jó, Electric-et akkor így fel tudjuk fejleszteni, de... én úgy örültem volna egy új skinnek, mert boxoló óta vagyok már. Mehetünk tovább a 7-es számú pálya, ne kérdezz. Na, egy kicsit változik a hely? Kicsit változik, inkább nagyot változik. Nézd meg, mekkora kristály lett. És annak még nem tudom módját, hogy hogyan lehetne azokat legyőzni. Nézd meg, a legyek is küldik, vagy a poke légy valami kombózás van nekik. Menjünk inkább gyorsan, ez a speedrunos technológia. Jó, átugorjuk, nem kell már mojo se. Itt volt mögötte, ezt aktiváltuk. Ezzel pedig feljutunk, és akkor ide fent. Na végre, ezt már szeretem. Kihívás jöhet a skinér, valami skin legalább a második világba. 20 másodperc, ahogy még vannak nitro dobozok is, ugye az igen, nitro. Jó, átpörögtem. Ide esünk le, tovább 9 másodperc, 7 másodperc, vele menj tovább, menj. Ott végig kell pörög, és ott van. Jó, itt van. Tekercs? Akkor ez nem egy skin lesz, vagy nem tudom, de a zene az megvan. És akkor visszatérünk a pályára, akkor menjünk, fejezzük be. Itt meg milyen Electric van, figyeld, ilyen zöld, ez már fejlesztett Electric, szóval nekünk nem muszáj fejleszteni, hanem szerintem magától. Ja, már itt a képe is vagányabb ott lent. Jó, hát akkor ezzel legyőztük, nézzük, aktiválni kell valamit, úgyhogy... Azaz, emögött itt ott volt egy ilyen kristály mögött, és akkor aktiváltuk, ezzel pedig akkor elindulnak mozogni. Várjunk itt így ide lefelé, így gondolja, vagy? Szét tudjuk törni, de azokat a blokkokat nem. Van még mondjuk itt szélen egy valami, ebbe az irányba. Ja, ott volt egy olyan blokk, az mit aktivált vajon? Most már el is tünteti, tehát eltüntetésre is lehet használni a felkiáltó jeleseket most már, vagy hát ebbe a játékba. Szóval akkor figyelhetünk erre is, ott én lentebb akarok így kerülni. Nem tudom, hogy le lehet esni teljesen, mert attól félek, hogy nem, de nézzünk szét. Ott van, akkor aktiváljuk a felkiáltó jeleset, ami azt jelenti, hogy most itt
eltűnik, és akkor így át tudunk haladni. Ez igen. De így akkor most már a Mojo is mindegy, hogy szerezzük-e, mert egy idő után egy fejlesztett mutánssal találkozni fogunk, tehát igazából mindegy, hogy most a Mojo-t elköltjük rá az Electric-re. Annyiban változik, hogy hamarabb elérhetjük. Amikre így érdemes figyelni, azok az ilyen bónusz extra pályák, hogy akkor abból szerezhetünk cuccokat, és itt a pálya vége. Az a tekercs nekünk egy darab extra képességet adott, amit majd ki lehet használni, viszont mi menjünk tovább fölfelé a következő pályára, ez a 8-as számú. Nem tudom, hogy ez a számlálás, ez micsoda, mert hogy elfelejt, vagy ott most van valami ott oldat, vagy nem látszik nekem. Tehát, hogy a pályáknál elfelejtettek adni számokat, vagy mi van, én ezt nem tudom, hogy ezt hogy gondolták, vagy mi van itt velük, de itt vannak a kis figurák dobozokban, vagy a kristályoknál bujócskáznak, engem az nem érdekel, meg akarnak ijeszteni, figyeld, bú! Hogy később lesz feloldva nekünk, akkor lehet, hogy később. Itt közben itt le kell szedni ezeket, remélem ott. Ja, meg fel kell menni arra a platform. Ja, oké. Lehet, hogy később majd fel fogunk oldani olyan számozott, hogy nem tudom, hogy a számok hogy lesznek, hanyas világ, hanyas pálya később lesznek feloldva, vagy mi lesz. De azt tudom, hogy itt most Uka-Uka itt van, lezárta nekünk a helyet, és akkor most már támadjuk őket. Jó, hoppá, ott a portál vége. Igazából túl sok minden nem történik. Tehát így megyek pályáról pályára, itt van a boss harc, hát platformeres, ez igaz, de úgy semmi olyan extra nincsen. Egy Electric jön itt boss fightba, akkor gondolom el kell bújni ide, én legalábbis ezt tenném. De visszatámadni hogy lehet, az jó kérdés. Majd ha ide jön, nem? Vagy nekem kellene a másik Electric-kel visszalőni, vagy visszapörögni esetleg azokat a lövéseket. Hát ilyen ötleteim vannak, de hogy melyik, arra még nincsen biztos ötletem. Jó, most már idejött, jó. Tudjuk-e sebezni Crash-e? Hát Crash-e nem, ugrálok rajta, pörgök rajta, de nem tudjuk, úgyhogy szerintem... Vagy vele ezeket visszapörögni? Az úgy nem. Ez a pörgés, jó. Pörgés lesz az, azt meg lehet próbálni, csak jól kell irányítani, mert úgy tűnik, hogy arra ütni is vissza lehet esetleg? Azt nem! És ha felveszem ezt, akkor rá tudok dobni? Oh, a dobás az jó, oda tudok dobni neki, és csak úgy odafelé, szembe dobja. Na mondjuk ez így jó, Electric One versus One, tehát így a bosszok amúgy nem rosszak, de úgy a pályát azokon, úgy sem, tehát hogy úgy valahogy, na, de szerintem látjátok mi a helyzet, hogy nem nagyon tört. Érik, hogy semmi extra. Nézzük a extra támadás. Hey, ott fölfelé nyomta pedig a Thunder Shrootot, de úgy tűnik az nem ér be odáig. Na várjál, és akkor egy ilyen hasalást rányomok. Az talán jó, de már csak Crash-el magába szerintem nem tudom legyőzni Crash-el magába. És ez még csak az első fázis lenne, ha le tudnám győzni, de szerintem Crash-el magába. Nem tudok, vagy... És mi van, ha ezt csinálom, hogy amikor megjön, spamelem ezt a támadást, és... Hoppa! Ja, lement az első fázis. Jó, szerintem akkor meg kell várni, valahogy ki kell tartani. Szerintem itt elbújok akkor Crash-ként, ne legyen olyan széles a karakterünk, ne találjon el olyan könnyen azzal a villámbigyóval, és abban reménykedem, hogy ezeket a jégtömböket nem fogja úgy eltüntetni, legyőzni. Most jön vissza, akkor jövök át az én Electric-emmel, vagy Electric-e... Oh, figyeld azt a kimozdulást! Hát hiába mozdulsz kifelé, én spamelem tovább, és győzzek lefelé. Oh, összetörte! Hú, na, összetörte azokat, de bezzeg neki, ott vannak a védelmi oszlopok. Na várjál, mikor jön vissza, most ugrik vissza, akkor én is váltok, és várom szeretettel a bombákat. Ugye, ja, azt hittem már gyorsabban. Hoppá, másik oldalra jön, nem, víz, de. Tudtam, másik oldalra éreztem én, hát a boss fightokban nem ez az első alkalmam. Ugrándozik idefelé, várom akkor itt szeretettel, és ezzel már le is, hát majdnem leszedtük a teljes életpontját. Most kell még elindítani ég egyet, vagy miért nem? Ott miért nem? Átment rajta. Na így le van győzve, de egy darab átment rajta a végén, azt hittem már ott van, de nem, és akkor megszereztük a kék színes drágakövet, ez akkor a második, ezzel meg az Electric fejlődött, úgyhogy a tánc mehet, ott lent van az Electric ikonja mellett a kék színű
Drágakő, ő is fentebb. Került a ranglétrán a Crystal Mountain világ. Kész? Nem tudom ezek a pályák hogy vannak számolva, de azt látom, hogy úgy vannak itt számozva a dolgok, hogy egy tekercs megvan és három skin nincs meg, de ez nem pályánként van írva az, ami kicsit szomorú dolog, tehát csak így bele van írva, hogy ebbe a világba, és akkor keresd meg, tehát jó lenne, hogyha pályára lebontva, hogy na itt egy tekercs van, itt egy másik dolog, és akkor így haladunk. Ahogy látszik, második boss, első boss, és akkor lesz harmadik, negyedik és ötödik boss, és nem tudom, hogy amikor megvan az összes, akkor még lesz egy hatodik boss, vagy valami extra. Annyi biztos, hogy akkor ez volt a második világ, és a harmadikba pörgünk a Deserted Wasteland, azon belül pedig. Így a kaktuszos, sivatagos világba kezdjük majd az első pályát. Kezdjük akkor a sivatagos világot, 3-1. Oké, hát ez egy kicsit Lost Ruins, vagy ja, nem is Lost Ruins. És akkor itt a Bread Girl-ök vannak. Ez tényleg a titános kis ellenfeleket használják újra, úgy veszem észre. Na jó, akkor hoppá, csapjuk le, illetve oda fent kell nekünk egy ilyen pörgést tenni, hogy átugorni. Jó, úgy pörögtünk, és akkor rendben vagyunk. Tehát olyan Lost City is egy kicsit a Crash 1-ből. De a háttér az sokkal másabb, ilyen kaktuszos, szóval lehet, hogy más. Lényeg, hogy innentől kezdve már megismertük úgy a játékot, hogy speedrunolhatjuk, szerintem elég vadul. Valami skorpiók voltak ott valami nagy ütéssel, de mi azokat nem akarjuk bántani, hanem wow, de itt olyan magasságok nincsenek, mint a Lost City vagy Sunset Vista, ami ott benne volt a Crash. Wow, figyeld azt a csapdát, és akkor így bekap. Jó, az a Dino fej, akkor úgy tűnik az nem csontváz. De arról akartam én itt így beszélni, hogy olyan magasságok úgy nincsenek. Sunset Vista az rendkívül hosszú pálya, illetve sokat kellett úgy fentebb platformról platformra menni. Az itteni pályák inkább ilyen vízszintesek, tehát hogy így jobbra kell haladni. Jó, néha azért van, hogy valamiféle magasságot is tesznek bele, de inkább arról van szó, hogy jobbra jussunk el teljesen a nyílig, vagy pedig hát ha már elégszer eljutottunk, akkor a pálya végéig, és akkor a portálba. Ez egy új titán. Ez a titán valami kígyó, vagy mi? Erre kíváncsi vagyok. Ez nekem nem rémlik, hogy akármelyik játékban benne lett volna. Mert azért a Crash of the Titans DS verzió az adott újakat. Anubis Vicious? Figyeld azt a nevet, vagy mit tud ez? Ezt jól megnézzük. Itt van a név. Beállítom, hogy odafelül legyen ez a kisebb képernyő ma. Anubis Vicious, egy ilyen múmia, és akkor fel lehet tölteni, akkor tegyük is fel a feltöltést. Akkor így adunk neki mojo-t, kíváncsi vagyok a fejlesztett állapotára. De akkor nézzük a kis támadás. Az egy 3-as kombó, jobb kéz, bal kéz és kereszt. Aztán a nagyobb kombó pedig egyszerre így egy ilyen beharapás, bekarmolás. Talán így lehetne mondani, ugrani egész magasat tud egy ugrásra, nem tudom mennyire magas ez. Aztán van egy ilyen felöklelő szuperképesség, a blokk az ilyen, oké, és a másik kitérő, más képességet nem tudok aktiválni. De jó, na végre egy kis újdonság, egy kis izgalom, egy kis érdekesség, amit így akkor betett a játékba végre ez a DSS verzió is, mert hát nagy extra nem nagyon van ebbe a játékba. Nem akarom így megsérteni a fejlesztőket, mert én azért próbálom mindegyik játékból, amit játszok, kihozni a maximumot, kihozni a jót, de ebben tényleg éppen csak annyi van, hogy ismerősek a karakterek, de Crash itt most hogy van? Az egy jó kérdés. Kb. Csak annyi, hogy ő a főszereplő, Crash annyit szerepel. De már ez a harmadik világ, és mindig a sztoriból úgy nem szerepelt. Senki nem szerepel úgy a történetben, nincs előleadás, csak hogy menj a pályákon. És ez még régebben is úgy hát elfogad, hát úgy azt mondanám, hogy elfogadható volt. De még a Super Mario is, ami a Nintendo-ra készült, abban is az volt, hogy világonként a végén legalább volt annyi, hogy azt mondta, hogy hát jó, hogy megmentettél, de a hercegnő az egy másik kastélyban van. Tehát akkor legalább ennyi volt, hogy jaj, jó, akkor megyek a következőhöz. Legalább ennyi volt. Itt meg annyi sincs, hogy akkor most mi, merre, kicsoda.
Tehát itt azért lehetne mondjuk jobb bossok, mert az előző játékban már ezt meg tudták csinálni, a Titans DS, még a Game Boy Advance verzióban is, ott is meg tudták, szóval én azt ezt így nehezen tudom elfogadni. Meg most felhoztam ezt a Super Mario, de hát az szinte a legelső platformer játék volt, tehát jó, hogy ott azért nem volt valami nagy extra sztori. A Crash 1-re visszatekintve sem mondhatnám, hogy nagy extra sztori volt, de legalább ott azok a karakterek így történetet meséltek annyiban, hogy hogyan haladtunk szigetről szigetre, és úgy mentettük meg a hercegnőnket, vagyis hát az elején sok platformer játék így erről szólt, hogy valamilyen nőt kell így megmenteni, és ez is volt, de ott legalább szépen látszódott az előrehaladás. Itt a világok vannak így össze-vissza sztorival, nincsenek így összekötve, tehát még a számozás is néha fura szokott lenni, már várom, hogy ez nem a 3-3-as pálya lesz, hanem a 3-7-es, látod? Itt, jó, ez itt van alul, kicsiben látszik, de itt van a 3-as világ, 7-es pálya. De vissza! Úgyhogy ja, hát így csalódtam így ebbe a játékba, meg főleg azok után milyen jól sikerültek az előzőek, mert jó, azt el tudom fogadni, hogy Crash játékként mondjuk gyengébbek voltak az előzőek, de itt ez így akár ilyen platformer játékként is úgy nem nagyon érthető, hogy akkor ez most hogyan, milyen érdekeltséggel játszanánk ezt végig, mert mindig így csak ennyi a cél, hogy jobbra haladjunk, nincs semmi extra úgy a gyűjtésbe. Az iránytás annyira nem a legjobb, hogy nagyon élvezetes legyen, és hogy olyan platformer kihívásokat még hoznának egyáltalán, mert nagy extra kihívások úgy nincsenek ebben a játékmenetben, ahogy kialakítják a pályákat. Szóval, na, várj, már át kell ugorni. Ja, vagyis hát én átugrom, és szaladok végig. Hát nem hibáztatom úgy a fejlesztőket, mert lehet, hogy a kiadáshoz ez így úgy jött össze, hogy nekik ezt hamar kellett összerakni, vagy nem volt meg valamilyen szükséges dolog. A fejlesztési körülmények közé nem tudok visszajutni. Ahhoz viszont tudok, hogy mi az, amit elértek így a titános verzióban, mert én azokat úgy külön tekintem a titános részeket, mert tudom, hogy azok tényleg nagyban változtatták meg a játék menetét és a kialakítását, szinte egy ilyen reboot volt, hogy hogyan kezelik így a Crash, de azt mondom, hogy akkor rendben, akkor az olyan fajtából is adjanak ki kiváló játékot. Kiváló játékot szerintem nem sikerült, tehát így, hogyha a titános vagy a Mind Over Mutant-es részeket mondanám, akkor nem mondanám, hogy azok kiváló játékok, mondjuk, hogy ilyen S-rankú, hanem azt mondanám, hogy hát, hogy jó játékok, de azért nem a legjobb a Crash rajongóknak úgy nehezebb úgy elfogadni esetleg, de az biztos, hogyha tényleg csak úgy tekintek rá, mint egy egyedüli játék, így nem egy ilyen sorozatban, nem egy játék, akkor játszok vele, és azt mondom, hogy oké, ez egy jó játék, nem a legjobb, nem egy kiváló, örök, klasszikus, csodálatos játék, hanem egy jó játék lehet vele. Itt ez a DS, amiket így mutatott, hát így nehéz, mert gyűjteni valók sok van, meg az sem nincsen ugyan prezentálva hozzánk, tehát itt van alul, hogy egy darab tekercs, meg három darab ilyen ajándékcsomag, de ez itt bármelyik pályán lehet, tehát ezt meg se tudom mondani, hogy hanyadik pályán hol van. De még lehet először végig kell játszanom ahhoz, hogy én akkor meg tudjam hozni a teljes véleményemet. Habár sok ilyen újságíró, vagy hát lehet mostanában nem is újságnak írják, hanem így bizonyos bemutatókat, amiket a játékokról szoktak készíteni, nem mindig játsszák végig a játékot, hanem eljutnak benne egy világ, két világ, tehát valameddig eljutnak, és akkor abból levonják a következtetést. Jó, akkor erre lehet számítani, de szerintem azért hozzá kapcsolódik az is, hogy mondjuk milyen az újrajátszhatósága esetleg a játéknak, vagy milyen az, hogy milyen jutalmak vannak a végéig. Tehát például volt a spongyabobos, az a végén adta ki azt a szippant, vagy az a, mi volt a levélfújó, vagy mit fújta így a mesébe. Na, a Reef Blower, ez volt az eredeti neve, Reef Blower. Azt csak az utolsó világban lehetett elérni. Tehát például, ha valaki nem játszó úgy végig, egy ilyen bemutató készítő, akkor az úgy kimaradhat abból a mechanikából. Vagy hogyha nem is játsz a 100%-ig végig, de hogy akkor meg tudnál tapasztalni, hogy jó, akkor a maxoláshoz mondjuk kellenek több képességek, és milyen mechanikák vannak,
mennyire kell visszatérni, mennyi lehetőség van az újrajátszásra. Tehát azokat én úgy gondolom, hogy fontos. Na itt a vége. Szóval ez az a világ, ami esetleg hát már így harmadik világnak behozott egy új dolgot, aminek örülök, egy új mutáns, és itt is a boss fight. Na lássuk, akkor jön egy úgy olyasmi Anubis, csak valami bossos Anubis érkezik, akkor mi is vegyük fel a mi fejlesztett Anubisunkat, Anubis Vicious, oké, ő is a védekező módot állítja be, de én a támadás, elugrik, jó, nogény, akkor onnan idézett egy ilyen Cortex Sphinxet, ami, ez az, ami a tornádókat küldi, igen, azokat a homokviharokat, és utána jöhetünk. Még az első fázis most fejeztük be igazából, az első csíkot úgy ott alul, odalent most értük el. Most két változat van jelen. Szerintem akkor, egyik felettünk, másikban alulról támadna, vagy ezeket. Ja, aha, meg lehetett érinteni, egy sebzést be lehetett vinni. Vigyük be továbbra is, de megint lentebb megy újabb fázis. Jó, most már gyorsan vittük le megint az életét. Oké, oda középre, ohó, futóhomok, na akkor menjünk szélre. Szerintem ezzel a titánnal ki tudunk jönni, vagy hát arrébb tudunk menni. Nem is sodródunk így be, szerintem ez így Crashnek lenne ártalmas, hogy Crash-el ha lennénk, akkor neki nehezebb lenne itt maradni, de ez így nem volt túlságosan durva, szürke, vagy mi ez, milyen színű ez, ez valami drága követ kaptunk, vagy fehér akar lenni, a sima drága követ, tehát akkor az nem színes drága követ, nem baj, a lényeg, hármas világ, pipa! Így akkor lezárhatjuk a sivatagos világot, és a következőben pedig ezt látnotok kell, ilyen nincsen, hogy ezt is elírek. Most ez szándékosan van ott úgy, nézd már, Genie az Aladdinból laborok, vagy ez elírás meg G-vel van írva. Engine. Tehát ez lesz akkor a négyes világ, és akkor kezdjük az egyes pályával. Oké, tényleg olyan engine laboros a helyzet, vagy olyan Cortex Power-os, de engine-nek vannak itt a kis Doom Monkey, az, aki ők azok, tehát itt most csak egy darab van itt, akik a Crash of the Titans-ben is voltak, neki segítettek, mert hát olyan a fejük, nekik is olyan rakéta van a fejüknél, mint Engine-nek. De hogy azt hogy írták el azt az Engine-t, az nem tudom, szándékos véletlen, vagy mi a helyzet, de az biztos, hogy akkor remélem, hogy végre a boss az valami érdekesebb lesz, remélem legalábbis, mert hát az eddigiek során is annyi volt az érdekesség a bossokban, hogy jó, valami titán, de sztori nem jött bele, és azért ez hiányzott úgy nekem. Hey Crash, úgy tűnik, hogy gyengébb, amikor színt változtat ez a virág. Találj egy mutáns, és akkor üssek rá. Jó, hát a mutánsom, az Anubisom, az megvan még. Nézzük akkor, mi van, hogyha ráütünk. Hát így semmi, vagy hát figyeld, ebbe is csak egy mojo lesz. Ugyanazok a dolgok. Tehát akkor annyit szeretnék, vagy hát legalább annyit jelzek, hogy a korábbi játékokban lehet, hogy az is ilyesmi volt, hogy pálya-pálya, és akkor utána mondjuk a Nintendo DSS Titans-re, mert arra tudok így utalni, mert az volt, ami DS-re jelent meg, mert azért nem fair összehasonlítani mondjuk egy nagy konzolra megjelent játékról, de a Titans DS verzió az azért elég jó opályt legyőztem, de ez egy új mutáns lett volna, hát elég szörnyű hangja volt még, de hát ha találkozunk még vele, biztos vagyok benne, utána majd kipróbáljuk. Csak nagyon erős ez az Anubis, elég hamar le tudjuk győzni. De még hogyha a Titans GBA, Game Boy Advance verzióra is gondolok, ott is legalább akkor a bossok úgy voltak, meg a bossoknál valami sztori dolog volt, hogy legalább néhány dialógus volt valami, hogy oké, haladsz előre, vagy legyőztél valaki, de itt semmi sztori nincsen. Itt egyszerűen csak megyünk, és csapálkolunk, meg így ugrándozgatunk, ami így lecsupaszítva a platformer játékok, az igaz, de valami háttér csak van benne, illetve a játék irányítása, illetve a pályák kialakítása élvezet. Itt ennél a játéknál nem nagyon tudnám ezt elmondani, sajnos vagy nem sajnos, mert itt például most próbálkozok, hogy így fölfelé függőlegesebb a pálya, de úgy a tehát az alapot meg kell adni hozzá, hogy azért mégis valamilyen háttere legyen ennek az egésznek, nem nagyon tapasztalok. Mondjuk úgy tűnik, hogy most ide is valami új titánt hoztak be, csak hát a sikerült legyőznem
túlságosan is, na de majd akkor azt akkor legyőzzük még, és nem csapjuk szét. Ez az Anubis az előző világból származott. Első pálya kész, és akkor nyílik tovább, hát mehetünk akkor ebbe az irányba a hármasra, illetve mehetünk ebbe az irányba a kettesre. Én azt mondom, menjünk a hármasra, akkor úgyis néha skippeli a pályákat. Ezek egy kicsit újabb ellenfelek, ott köpik lefelé az olajat, vagy valamit ilyen növényes robot, hát nem biztos, hogy robotok, de valami olyan növényes kialakításúak. Valamiféle csak robot, mert hát azért nézd meg, hát olajokat küld ki, hát azért ilyen, hát nem gondolnám, hogy ez természetben előfordul. Itt van, nézd meg, ez is valami világ, virágot akartam mondani, ez is valami világ, hát az milyen szépen. De most csak, hogy el tud tűnni, ez a blokkolási képesség, na meglátjuk ennek mi a neve, de az biztos, hogy ez egy új dolog. Nézzük, ez a Psycho Mandrake, ez várja már, Psycho Mandrake, vagy Psycho Man, vagy van Metal Gear Solid Psycho Man nem volt, vagy valami nekem kicsit úgy hasonlít arra. Érdekes az ugrása, mert lassan ereszkedik le. Támadásait megnézve, akkor ez a közeli kicsi támadás, pörög és két csapás, aztán a nagyobb, az pedig hát így előre a kettővel oda csap neki egyet, mint Bud Spencer-es, úgy tűnik a füleire. És a hármas pályából akkor mehetünk itt tovább fentebb, ez a négyes, de még ott lent még valami... A bónusz pálya? Jó, akkor menjünk a bónusz pályára. Ráfér egy kis frissítés, meg egy kis segítség erre a Psycho Mandrake-re, mert az a helyzet, hogy nem nagyon, tehát a közelben lév... Ja, ez egy fejlesztett, jó. Akkor jöjjön a négyes pálya. Tehát ez a karakter közelre és távolra is elég lassan tud támadni, tehát fel kell úgy, hogy töltöd... Wow, ez meg micsoda... Milyen? Mágnes? Na, ilyen nem volt sehol még. Mágneses, North és South, vagy hogy van ez? Mi újság van itt? Oké, hát akkor van itt... Na ilyen nem volt, na végre egy kis kreativitás. Mágneses, és akkor be lehet állítani, hogy északi pólus, meg déli pólus, és akkor valamelyiket lehet állítani. Nézd csak, rám is dobták, oké, akkor van valami kis technika. Na ilyeneket kellene mindegyik világban, nem is tudnák megcsinálni azt, hogy mondjuk mindegyik pályára, de legalább úgy világonként valami ilyen kis extrákat beletennének. Ma ott is nézd csak, ez a kis figura is milyen jól nézett. Na szóval, akkor innen fel lehet akkor úgy ugorni, így, és akkor azt a szép nagy pumpát elkérjük. Na, ez már valami új titán, új kis ellenfelek mindegyik világban, meg új ilyen extrák. Hát voltak kisebb, nagyobb extrák, ezt nem tagadom, olyanok például, hogy ilyen tornádó volt a pályán, vagy hogy jöttek a... Már csak itt szerintem biztos változtatni kell, ha csak nem tudok felugorni innen oda, vagy pedig hát szerintem lehet segíteni kell ennek a titánnak, csak látod, hogy amikor szét akarom törni, addigra bezáródik az a lehetőség, hogy támadjak rá, mert olyan lassan, látod, olyan lassan támad. Ja, rá kell ütni, ráütök, akkor is megváltozik. Jó. Akkor innen fel tudok most már ugorni. De hát így most már hogy ugorja fel, nincs is itt semmi. Most már csak ez az egy van, vagy most ha ütök még egyet. Várjál, szerintem leugrok, akkor itt így hasalok egyet rá, így ez déli. Ja, fel lehet a crash-re fel lehetett ugorni. Jó, na, oké, ezen változtatni? Nem. Hát pedig lehet, hogy kellene oda tolni legalább mondjuk. Toljuk oda. Azaz, hát nem biztos teljesen oda melléke, hanem innen akkor. Na látod, egy kis puzzle? Na ez a világ kezdi el a játékot, úgy tűnik. Ez a világ elkezdi, mert itt már legalább van valami. Egy kis puzzle, egy kis extra, egy kis újdonság, de még a Crash játékán belül. Jó, nyilván ahhoz képest, hogy milyen maga a Crash játék, az sokkal másabb, a megszokott, de a Mind Over Mutanthez képest akkor úgy hasonlítható hozzá, de azért mégis az lett volna a cél, hogy olyasmi legyen, mint a DSS verzió a Titans esetén, mert ott tényleg még a sztori is milyen volt, tehát ott a sztoriba is fogták és beletették azt, hogy minna fog győzni a 100%-ot teljesíteni át. Szerintem az nagy extra, vagy nagy durva. Nekem legalábbis az volt, hát ott Crash Baby lett, azt akkor legyőzték, vagy mi volt? Hát az milyen dolog? Hát ki gondolta volna ezt? Jó, kész. Ez pedig vezet
tovább az ötös pályára. Itt még figyeld, a háttér is azért valamilyen szinten úgy változott világon belül. Na ez a világ, erre már azt mondom, hogy ez már valami. Ha így ezzel kezdődik, vagy talán ez a második világ, akkor még úgy jobb, mert az első világ az mindig ilyen kis bevezető, az olyan lágyabb, olyan lajtítodod, olyan gyengébb, de itt azért már, ez már valami. Ez lett volna a második világ, és a többit is így készítgetik el, meg a kis ellenfelek egyedik lettek volna, a titánok is, mindegyik boss fight valamilyen ismertebb karakter, aki szerepelt mondjuk a szerepelt a Mind Over Mutant sztoriba is. Ha úgy lett volna, annak akkor úgy azt mondom, az sokkal jobb játék lett volna, mint így, ami ez volt. Jó, még nem játszottam végig, ez igaz, de nagyon úgy tűnik, hogy ez így ilyesmi. Ezek után ide fordulunk, hatos pálya. Látod, itt a pályáknak a kialakítása is azért már úgy tényleg észrevehetőbb, hogy okay, akkor itt most már sorrendben mennek a számok, és úgy jönnek nekünk akkor ezek a pályák. De hát ugyanúgy át lehet speedrunolni az egészet. Nagy extra úgy nincsen a gyűjtésben, illetve nincsen számunkra úgy nagyon egyértelművé téve, hogy akkor merre, hol lehetne gyűjteni, mennyire érdemes a mojo-t, mert arra hamar rájöttem, hogy mojo-t gyűjteni az kb. Felesleges, úgyis megkapjuk az erősebb titánokat. Az ilyen rejtett dolgok meg egyáltalán nincsenek pályához kötve, tehát nem tudjuk megmondani, hogy most ezen a pályán van-e valami, vagy ezen a pálya szakaszon se, és nagyon kevés van ahhoz, hogy mi ezt akkor úgy meg tudjuk mondani, hogy na akkor tényleg melyiken lenne érdemes akkor odafigyelni rá, mert az a helyzet, hogy azt írja világonként, hogy van 3 darab olyan ajándék, illetve van 1 darab olyan tekercs, és akkor ennyi. De hát erre most akkor mit lehet erre mondani? Tehát az azért elég kevés dolog, hogyha úgy gondoljuk, hogy abból mi meg szeretnénk szerezni mindent, és ráadásul így nincsen elmondva az se, hogy akkor melyik pályán, melyik szakaszon van, mert ahogy látjátok, mindig van egy nyíla a szakasz végén, és akkor ugyanaz a pálya még, csak akkor most a következő részlete. Nagyon el lehetnek ezek rejtve, és tényleg annyira szabadon van, hogy szerintem csak útmutat, ahova lehet úgy nyugodtan úgy megnézni. Hát én azt nem szeretem, hogyha úgy előre a játékot úgy megismerem, én azt szeretem, hogyha az úgy várjunk ide, hogy lehet? Erre csak a ugrok és úgy leugrik, crash. Ja, azzal úgy kell lesz, Hát na, ilyen kis trükkök is, ezek azért nem voltak. Várjunk akkor ugrás, és akkor majd még egyszer ugrás, és akkor így. Na, végre. Jó, vannak ilyen technikák akkor most már? Na, itt már akkor voltak ilyen puzzle elemek. Ez a pálya, meg ez a világ, így már valami. Ez így okay lenne, hogyha végig ezt a minőséget tudnák hozni. Hát ez a helyzet. Jó, ez is kész. Lefelé haladunk tovább. Ja, és lehet 8-as. Lehet amúgy, hogy onnan a második pályára, vagy még ide egyből el tudtunk volna jönni. Hát kihagytuk volna ezt a jó kis világot. Most amúgy akkor így visszagondolva nem tudom, hogy én kihagytam, mert tényleg annyi pályát, hogy... De mondjuk az előző világban nem tudom, hogy hagytam-e ki pályát. Mert a számok szerint azt tudom, hogy hagytam ki, de hogy valójában úgy, ahogy így mentem és választottam kifelé őket, szerintem ilyen választás elé nem kerültem. Úgyhogy nem tudom, hogy akkor volt-e valami kihagyás. Azt tudom, hogy ez most elég jó. Jön az a bagoly, vagy mi, hogy küldi az ilyen köpetet. Na és innen jön akkor a boss. Na nézzük akkor ezt a nagy boss fightot. Hát reménykedtem benne, hogy engine lesz, de úgy tűnik, hogy itt nem ő lesz. Egy kijelölés van nekünk, az meg akar ragadni minket. Várja, vagy be kell csalizni, vagy várja. De itt állok, akkor ott egy fagyasztás történt. Erre rá, vagy valami. Semmi. Viszont, hoppá. Hol van az ellenfelünk? Lehet mindegyiket be kell így, vagy nem? Nem biztos. Oh, az mi volt? Lehet, hogy fel kellene venni a... Ja, most ott oda jött. Most itt van. Akkor vegyük elő ezt a támadást, de utána le is fagyaszt minket, tehát az továbbra is támadózik. Lehet, hogy itt lenne érdemes crash-e maradni? Nem biztos, inkább kicselezni, és akkor utána, ha majd jön, akkor ezzel támadni. Hát levitt már valamennyi életet, meg mi is neki.
ez még az első fázis. Van ez a blokk formája a Psycho Mandrake-nek, nézd csak, hogy el tudok így tűnni, és akkor nyugiba, akkor őt fagyasztom be, utána meg a nagy támadás, figyeld ezt a bombát, hogy oda küldöm, így kellett, így kellene csinálni valahogy, de azért a lefagyasztás még így is megvan. Gyerünk, szerintem most már le tudom győzni, ha csak nem fagyaszt be, de várjál, akkor ő kiszabadít, még egy nagy de átugrott engem, ilyen nincs, hogy átugrik, és utána megint fagyasztó. Jó, oda csaptam neki egy utolsót, nekem is éppen egy kicsi életpontom maradt, de akkor így legyőztük, sőt itt is be lehetett fagyasztani ezeket, és akkor ott hátul fog neki abban a sorban jönni az a gőz, de így legalább megvan akkor a zöld színű drágakő, és akkor Crash nyomhatja a táncot. Engine Labs, akkor pipa, mehetünk akkor, hát elvileg az utolsó, ja, úgy tűnik a storyból is, hogy az utolsó világ, a Space Head, kijutunk akkor az űrbe, és akkor ez az első pálya itt, megvan már a négy színes drágakő, elvileg itt lesz akkor az utolsó. 5-1, ez az a pálya, az 5-ös világ 1-es pályája, és ja, ez is a Crash of the Titans-ből érkezett kicsi ellenfelek. Ezek voltak, amikor mentünk az Uka Uka fájához, a Family Tree epizód környékén jöttek be azok a kis voodoo nyuszi figurák. Hát igen, az egész játékban azért a kis ellenfelek gyakorta a Titans-ből érkeztek, hát ennek nem nagyon örültem, ez igaz, de még itt is az utolsó világban is, és hát akkor folytassuk a pályák teljesítését. Itt gondolom majd akkor, itt van valami extra, az a Cortex fej, vagy az ott micsoda? Cortex statue-nek rúgjak egyet, és akkor az majd segíthet. Akármi is jó, hogyha gyakorlod a Cortex rúgást, na nézzük oda. Jaj, akkor a platformok, hát ez rendkívül rövid idő. Hát ezzel most én mit kezdjek? Hát, szerintem az... Így kell ezt tovább haladni? Hát akkor, hát de annyira nem jó ez az ugrás, egyszerűen hiába spamelgetem az ugrást, nagyon nehéz. Olyan őrülten azért nem kéne nyomkodni a gombot, nagyon rövid idő az, remélem az csak extrák vannak ott, mert én annyira nem tartom érzékelősnek azt az ugrást, tehát ha nagyon gyorsan nyomogatom az ugrást, én valamikor nem mindig érzékeli, hogy duplán ugrok, vagy ha egy kicsit várok, akkor utána nem mindig ugrik úgy a duplán, én ezt tapasztalom. De hát ez a helyzet, meg kell szokni, meg kell tenni azokat a kihívásokat, amiket a játék elénk rak. Meglátjuk, hogy hogyan változtatna megint akkor ez a kapcsolós. Ja, most tovább van, de szerintem itt messzire kell eljutni, meg amikor miután ütöttünk egyet, utána nem tudunk egyből ugorni még, úgyhogy lehet így a pörgéssel kellene valahogy. Úgy, és akkor elindulni, csak ez a csúszó. Ja, várjál, most minek ilyen sokáig jogti? Most miért ilyen sokáig? Ja, szerintem megvan. Minél tovább ütögeted, annál tovább lesz aktív, annál tovább marad aktívnak. Szerintem az lehet. Jó, akkor végül is jó. Tehát ha nagy sebzést kap az a Cortex fej, akkor tovább ott marad. Tehát az idő az attól függ, hogy mennyit ütögetted, és akkor így van. Ez a Rhino Roller lesz. Hát, hogy miért a Spaceheadnél van, az megint egy jó kérdés. De életet azért csípi lefelé, úgy látom, elég jó. Szerintem felhozom a Psycho Mandrake-et, és akkor vele győzöm le. Na gyere, akkor csípünk oda neki egy jó, oda csípe, és az kemény. Ez szerintem a Rhino Roller, hogy miért ide került, az egy jó kérdés. De Mojo-val már is töltjük, és ezt is felvesszük, fejlesztünk. Az ugrás az kicsit ilyen... igen! Találtam egy ilyet, ahogy újra jöttem. Jó, sikerült a csomag. Na, hát nem a Rhino Rollerre fogok ugorni. Megkaptam az astronaut skint, magasabb ugrás és hosszabb glájdolás. Köszönöm szépen! Amúgy lehet, hogy ezzel izgalmasabb lett volna. Mármint nem úgy, hogyha ez van nekem csú, mekkorát ugrik tényleg, hanem az, hogy ha a játékban mondjuk valahogy jobban van jelezve, hogy merre vannak ezek elrejtve, ezek a skinek, vagy hasonló dolog, és akkor úgy élvezetesebb mondjuk ezeket a skineket úgy feloldani, mert az elején, amikor a boxert is úgy feloldottuk, annak úgy örültem, és ez király volt, de itt most megint elég király, hogy megvan ez. Úgy tűnik, hogy kell valami, ami abban a dobozban van, Crash. Ezek a fények olyan mit tehetünk?
esetleg kellene egy mutáns, aki segíthet nekünk. Na hát Rhino Rollerem van, de akkor Y, és akkor ugye... Ja, oké, most már ilyen puzzle is van. Na ez már valami. Oké, ez már kezdődik, ez már így... Wow, na akkor a ijesztést megtették. Nem tudunk úgy rollozni, úgy, mint a Rhino Rollerre, vagy várja a képesség, az ebből, hát nem, mi ez a kitérés van, hát nem tűnik úgy, hogy lenne olyan képessége, ez a furcsa ugrás is van, de ez olyan, mint a bele akarna ugorni, na a résbe én beleugrok, olyan kicsi hely van, de legalább az ellenfél, új teljes, fú, az közel, inkább nem én. Meg az asztronautával, figyeld, ez egy nagyon nagyot. Kicsit ilyen cheat code-os, mert nézd meg mekkorát ugrik, mekkora glide-olás, simán elmegyünk, aztán wow, de a szédülés még mindig benne van. Lehetne egy olyan skin is, lehet, hogy az is van. Hát ezek a skinekkel, hogyha... Ó, de most pont! Meg amúgy van ilyen csúszás is benne, ezt nem tudom, szerintem nem nagyon használtam, de hát a játék, hát vagy nem nagyon mondta, hát nem akarom rámondani, mert lehet én nem vettem észre. De így van ilyen csúszás, és akkor azzal is lehet úgy sebezni, mert akkor itt csapálkodjunk. Hát ezzel, hogy így gyorsan felmaxoljuk, és nagyot ugrunk, hát ezzel szerintem elérünk bármit. Hát igen, lehet, hogy... Na de most nem kellene, hogy a játék attól legyen élvezetes és jó, hogyha feloldjuk ezeket a skineket, de hozzáadhat. Egyébként szerintem annélkül is azért jónak kellene lenni, mert mondjuk a Crash 1-re nézünk vissza, abban nem volt csúszás, mint nagyok ugrások, nem voltak olyan nagy extrák, mégis milyen jó játék volt az. Igaz, hogy szerintem jobb a mondjuk második játék, de attól függetlenül szerintem értékelhető az első is abban az időszakban, amikor megjelent. Csak hát itt azért ez a játék, amikor megjelent, és mik voltak korábban, azért nehezen mondhatni kiváló játéknak. Na, kettes pályáról mehetünk egyrészt a hármasra, vagy pedig mehetünk az ötösre. Na most nem úgy megyek, mint az Engine-esnél. Itt most megyek így egyből skippelő. Egyébként, amiről szerintem keveset beszéltem, az a zenék, hát azok általában így vannak a zenék, egy világként egy zene, és hát elég felejthetőek, vagyis hát nem valami nagy extrák, úgy nagyjából úgy valami jó, de ilyen átlag, hát nem azt mondom, hogy zaj, mert azért nem zaj, de ilyen átlagos zene, tehát hogy nem kiemelkedő, nincsen olyan, hogy dúdolható, tehát olyan jó zenék, mint a Crash-be olyan maradandók, mint például akár csak a, hogyha a Crash 1-re gondolunk, a boss harcok zenéjé rendkívül jók szerintem, de nem is csak a boss harcok, hanem például amikor a vaddisznóval vagyunk, az is szerintem elég ikonikus, felismerhető, még ha később hallja bárki is, aki játszott vele, akkor azt mondja, hogy jaj, ezt ismerem valahonnan, valami tudod, ott úgy oké, okay, ez jó. Ezt ha most lejátszanák, tudod, fú, hát honnan tudnám, tehát hogy nem... Mondjuk ez a titánosoknak nem volt az erősségük, ez igaz az Xboxosnak sem, de azért egy-két-három dal azért úgy felismerhető, meg jó is volt, azt mondanám, hogy azok jók is voltak. Néhányat szoktam használni ilyen videó, ilyen információs videóra, vagy ilyen valamilyen, tehát bármilyen beszélős videóra is néha használok. Szerintem egész jók néhol. Hogyha most konkrétan rá akarnák keresni, a TurfSap, azt hiszem ez a cím, hogy TurfSap, vagy SurfSap, vagy valami ilyesmi a neve, ami a Crash of the Titans-be volt egyébként, úgy az elég jó. De amúgy ez is, hát nem tudom, kicsit furcsa humorú, de ott Cortexnek a feneke van egyébként, nem tudom kinek tűnt fel, hogy ott mit paskolgatunk, de az ott egy az egybe Cortex feneke, ott az a zöld és egy a sárgább. Mehetünk tovább a hatos pályára. Na, itt a checkpoint, jól van, akkor haladhatunk. Hát semmi extra, ezek a, szoktak így kergetőzni ezek a tüzek, vagy mi, és akkor így, vagy szellem kergetés. Látod azokat a kis narancssárga valamiket, tehát hogy ilyen főnixek, nem tudom teljesen, hogy azok micsodák, de azt tudom, hogy itt azért csapákolnak elfelé, úgyhogy kérjük a rollernek a segítségét, ezzel akkor csapjunk oda, szerintem rá is lehet lépni, de oda is lehet ütni, és akkor legyőzzük, mert itt bezárt minket uka-uka, de ez is nincsen se, hogy megnevezve beszélve, tehát semmi, az első
átvezető óta semmi nem volt. Tehát lehet így néha úgy lehet azt mondjuk, hogy na jó, minek nekünk bármilyen kis átvezető videó, úgy is tudjuk, hogy Crash fog nyerni, vagy Sonic fog nyerni, vagy bármelyik játékban, hogy a főszereplő fog. De azért mégis hozzáad úgy a sztorihoz, hogy akkor hogy kezeli, vagy mit mond, vagy hogyan próbálkozik mégis a gonosz nyerni. Tehát hogy azért mégis kell, hogy mutasson valamit így a történetben, hogy mi az, ami ellenünk van, vagy hogyan próbálkozik, vagy tehát hogy valaminek kell lennie, mert nincsen, akkor az úgy gyenge, azaz harmad kevés. Na nézzük, legalább itt van ilyen kis pázol, ez is például jó dolog, hogy akkor így jó, egy ellenfél kezdi szépen. Jó, kés, 8-as pálya a 6-os után. Meg itt lefelé kell a platformokon, de olyan nagyot ugrok, hogy alig le, várjál, ajaj, na itt most teljesen, ott volt figurám, tyű, jó le, hé, hey, itt most örökké lehet zuhanni, ez az a fajta, ja, azt hittem, ugye nem kell visszafelmászni, jó, lefelé kell, ezek jó lett volt az a sok, itt megbezzek, teljesen le, aztán meg vissza, fölfele, fú, hát itt aztán kiszúrt velünk Cortex, de nem fog velünk kibabrálni, mert mi megcsináljuk, amit kell. De az astronauta nélkül amúgy hogy lehetne ezt ekkora nagyokat ugrani, ez kötelező skin lenne, vagy? Hát lehet amúgy fel tudnék dupla ugorni Crash-el, csak így tűnik olyannak, hogy mintha ez lenne szükséges. Nekem olyan érzésem van. Na kész van. Na, ilyenkor elvileg a boss jön a 8-as pálya után, vagy hogy van? Ja tényleg a boss jön. Na! Akkor lássuk, akkor mi lesz a vége, vagy hogy, vagy van-e még. Akkor egy Rhino Roller boss fight van itt nekünk, és háttérben ott azok a Cortex figurák, ott nyomják nekünk a babgulyást, és akkor nekünk arra támadni, nem, a roller az tudja így küldeni a támadásokat, erre nekünk egy, ezzel elkábult, de azzal úgy sok mindent nem tudunk tenni, itt tüzelt, várjál, lehet, hogy bele kell irányítani a tűz csapdába, hogy a rollerezzen a tűz csapdába, lehet, és akkor amikor erre mondjuk fel gurul, akkor úgy keresztül fog oda, aha, és ott eltalálja. Csak így lehet? De szerintem amikor elszédül, akkor is lehet valahogy. Amikor elszédül szerintem akkor is, ha titán van nálunk, meglátjuk, mert nagyon tüskés, nagyon erős, ez egy boss, de nem Cortex, és nem is bármilyen ismert karakter, tehát még nevet se ad. Ez csak egy ilyen mutáns hős, ami igen, benne volt a Mind Over Mutantben ezek a hősök, benne voltak, elég jók voltak, de azok csak egy ilyen kiegészít, tehát volt egy küldetés, ahol ilyen csontokat kellett szerezni Uka-Ukának, és akkor kellett nekünk figyelni arra, hogy legyőzzük őket, tehát nem ez volt a fő játék, hanem az csak egyetlen egy küldetés volt. Itt meg úgy tűnik, mintha ők lennének a főszerepbe, de akkor legalább írtak volna valami sztorit köréjük. Én azt mondanám, hogy akkor úgy elfogadhatóbb lenne, de így ahogy kezdődött, és hogy semmi nincsen utána mesélve róluk, úgy az így kicsit furcsa, várjál most akkor erre ki fog jönni, vagy merre fog jönni? Ott játszik hátul, és akkor előre kell terelni. Jó, terelgetem! Ho-ho-ho-ho-ho! Lentebb kerül, vagy most akkor hova? Erre kell neki pattogózni, vagy... Ja, ő pinballozik ott felül. Én itt lövöldözget. Én itt maradok felül, ha akarja a játék. Nem tudom, hogy most ráesett valami, mert ment lentebb az élete. Nem tudom, de én itt biztonságban érzem magam itt fenn. Ha le nem csúszka! Vissza! Ott kell tartani egyensúlyba magunkat, szerintem, és akkor lentre meg mennek majd a támadások, vagyis remélem, és akkor ez itt így nekünk ez itt jó így. Vagy lehet a Rhino Rollerrel kellene most már leütni, pár egy-két sebzésbe kellene vinni neki, mert wow, az a tűzkiáltás, az azért durva, nagyon durran támad, eddig Crash-el csak úgy simán legyőzögettem, de itt ez nem. Ez így nem fog menni, szerintem. Ha csak nem tudok én is tűzet okádni, de én nem. Ez a karakter nem tud. Most oda csapni? Hát, vett le életpontot, de lehet, hogy végül is az utolsó kis életpontot nekünk kell levenni tőlük. Mert mintha már nem működnének a... Mintha már nem működne egyáltalán. Ilyenkor a Cortex robotok már nem működnek, úgyhogy a végén a titánnal kell nekünk oda csapni határozottan, és megvan a piros, így bizony, az utolsó drága kő, az ötödik. Na most mi lesz a sztoriban, mert elvileg ott vagyunk fent a Spaceheadbe, ahol Cortex, és itt változott a mutáns nagy Cortex. Lesz-e boss, nem lesz, ki lesz, vagy mi? Utána van még, na, még a boss, final boss battle. Itt van a cím,
final, a végső, utolsó. Nagyon kíváncsi vagyok, ki lesz ez a... Várjál már, ez is egy titán, vagy mi? Ez a... Mi ez a... Ez a... Várjál, a pillangó, meg a oroszlán karom, oroszlán fej, sátán szarvak, vagy... Mi ez a boss? Ki ez a boss? Ez mi? Ez Cort, Megamix, de nem Cortex, meg semmi. Ez a titánokból lett összegyúrva esetleg, titán Megamix. De semmi háttér, semmi gondolat, hogy ez hogy jött létre. Hol vagyunk egy ilyen... Miért? Hát ez nem hiszem el, hogy ez egy Mind Over Mutant Crash játék. Ha valaki a titánosra meg a mutánsosra azt mondták, hogy ezek nem Crash játékok, akkor nézze meg ezt a játékot. Na ez jobban Crash játék? Mert szerintem, ha ez a fej nem lenne itt, akkor ki tudja, hogy milyen játék lenne ez? Hát honnan lehet erre valamit is? Mit csináljak én most? Hogy támadjak? Hát odaütök, ez legyőz engem pikre és pakra. Nézd meg, alig tudok beütni neki valamit, de akkor Rhino Rollert vegyük el, próbáljuk meg azzal csapni, de hát oda lő nekem egy... Na, mondjuk én püf, mondjuk én püf, püf, mondjuk én püf, mondjuk én püf. Itt van, nem hiszem el, itt van. Előjött, na végre. Opa, nem végre, de Cortex legalább előjött, hát adok én. Át lehet venni az irányt, vagy az ott, akkor valami Cortex, valami, várjál. Okay, valami Cortex itt van, úgyhogy csak lesz valami majd. Nagyon remélem, hogy magyarázat az lesz. Mert az N betű ott van annak a bossnak is a fején, hogy ez egy... Jó, köszi, add vissza nekem. Tehát tényleg lehet, hogy valahogy Cortex készítette ez, de hogy azon túl ott mi a helyzet, azt nem tudom, de itt nyomja az elefánt. Jó, köszi, jó, bizony. Beszorítottam, most kell a blokkol, várj, még egy támadás, még egy... Leszedett róla, várj, még egyszer. Mert a Rhino-ról elég jó a HP-ba, de ó, eltűnt, ment a töltődni. Várjál, most inkább szálljunk le Crash-sel, és akkor... Ja, de jön vissza, akkor visszaszállunk. És utána támadó. Fú, jó, megtépáz. Várjál, ott védekezik közelebb, egy csapás. Valami nagy védő... Jó, még egy? Még egy? És ó, közel! Ho, az a csavarod fölfele. Mit akar itt csavargózni? Onnan feltölti az életpontját, nem mondod, most kezdhetjük előről az egész. Ó, hát ez így nem fair. Na várj, mostantól jön megint Cortex, megint jön ez. Hoppá, figyelj, ott mi van a háttérbe, belelökjük. Hát köszi, hát ez most ott mi volt ott az a nagy viharos támadás? Várjál, le kell így bújni, le kell csúszni, vagy nem? Ó, beszippantott a fekete lyuk, vagy mi? Hello! Ugye nem tölti meg megint az életét, hát hogyha oda fe... De tölti! Hát állj már! Én ugor... Hogy... De ezt nem lehet legyőzni. Vagy ehhez mi kell? Egy másik skin kell ide? Vagy mit csináljak? Hát ez ilyen nem létezik. Ha fenn vagyok, akkor meg kell támadni, hogy ne gyógyuljon. Ennyit tudok tenni. És még amit megfigyeltem, hogyha jön és támad, akkor észre lehet venni a mellkasánál, hogy milyen színű. Annyit tudtam még észrevenni, de az nem sok, mert titán nélkül ez kuka. Ho! Na, várj! Alig van már HP-ja és megakadályoztam megint. Cortex jön állandóan, őt kell mindig lecsapni. Na várj, most meg... Elbújt! Már megint! Most mit küldi ezeket a gömböket? Kihajlás? Ezzel lehet, de egyet mindig beburkolózok. Jó, ez volt a blokk. Gyere már elő, Cortexet csapjuk le. Mi jön most? Milyen támadó? Most nem jön semmi. Dehogy nem a kéz ököl támadás. Na várj. Most egy piros támadó, az amelyik felugrik. Mi? Várj. Gyerünk. Oj, ne csapjál már túl nagyot. A blokk, levettük róla a pajzsot. Gyerünk, és még vagy kettőt kellene bevinni. De jön, minek tud visszabújni állandóan? Mindig vissza tud bújni. Az a boss egy nagy mocsok boss, mert mindig visszabújik, amikor én támadnék neki. Várj, kihárítom, támadok, kihárítom a támadást, megint támadok. Ó, na, Crash, üsd már le, olyan kicsi életpontja ke... Leütöttek Crash-sel, le tudtam ütni. Le tudtam ütni Crash-el az utolsó pillanatban, nem hiszem el. Nem hiszem, hogy vele megvan, de megvan, meg. Hú, na,
a sztori a végén. Ez nem fair, ez nem fair. De hogy mi volt ez a boss, azt nem mondja meg. Én akarok nyerni, most én jövök a nyerésben. Körülbelül 15 éve próbálkozom. Oh-oh, Crash, úgy tűnik, hogy valamit összetört. Jaj, nem, mit tettem? Mi történik itt? Hol van a nadrág? Ez milyen kérdés. Készülj fel, Crash, indulunk lefelé. Most nincs idő, hogy ezzel foglalkozzunk. Meg kell mentenem a saját bőrömet. És akkor úgy tűnik egy ilyen kép van, hogy zuhan le az a Spacehead. Bum! És oda lent úgy tűnik, hát Cortex csak túlélte, Crash és Aku is. Úgy tűnik biztonságosan landoltunk, hát úgy tűnik, nem hiszem el, hogy rendben vagyunk. Hát hidd el, Aku, mert itt vagyunk, és Cortex is ott van. Hát a többiek, Crunch és Coco, rendben, Crash, gyere csak elő! Nagyszerű munka, nagy tesó! Jó, Crash! Nagyon sok ilyen szemetet kaptunk már. Az egész hely tele van vele. Én nem fogom még mindig feltakarítani. Jó van, tudom, Coco, tudom. Indulás munkára, és Crash pedig nevet egy nagyot, hogy hátha lesz palacsintája. Így van vége, és kapjuk ezt a képet, és a Radical Entertainmentnek a stáblistáját. Hát ez egy érdekes játék volt, némi pár kép, meg pár szöveg jó lett volna boss fightok előtt, vagy után, hogy mi az előrehaladás, mi a helyzet. Jöhettek volna, figyelj, MOM Console Team, Mind Over Mutant Console Team. Sierra is dolgozott rajta. Na szóval, hogy lett volna valami így legalább akkor a rajongók számára, hogy a bossok tényleg lettek volna a valódi engine, vagy embryo, vagy akármelyik karakter, és be lehetett volna azt is úgy valahogy rakni, úgy gondolom. Főleg azután, hogy DS-re egy 3D-s platformer a Crash of the Titans el tudott készülni. Tehát nekem nem mondják azt, hogy nem volt hely vagy ilyen dolog, tehát azokat a hősmutánsokat kicseréljük egyedi bosszokra, és ugyanazok a mechanikák mehettek volna, szerintem. Hát ez egy ilyen játék, én is legalább ki tudtam pipálni, igazi Crash rajongó, ami, vagyis aki mindegyik Crash játékkal játszik. Legalább egyszer, jó? Legalább egyszer! Az kinekre amúgy kíváncsi vagyok, nem tudom ti milyen tippet tudtok adni, hogy érdemes megszerezni őket, nem, mert amúgy, amit így vettem, egy boxoló Crash, astronauta Crash, ilyenek eddig szerintem nem voltak. Ez volt az első, talán olyan Crash, ami így adott ilyen extra, ilyen különleges skineket. Talán még a Titans, hát nem, szerintem a Titans Mind Over Mutant adott, de ez így ilyen, hogy űrhajós, meg boxoló, tehát ilyen foglalkozások lennének. Majd utána nézek, hogy megszerezzem-e, vagy pedig hagyjam pihentetőre ezt a játékot. A bónusz opciót feloldtuk, és ott van a fő... Micsoda? Tehát Adventure, Mutant Web, Minigames, Credits, Language, bónusz! Art Gallery Sound. A sound az, mint a Sonicban? Oké, okay, Art Gallery. Ja, és akkor itt vannak a képek, meg lehet nézni mindenkit, akkor úgy tűnik. Hát igen, akkor így elhozták ezeket, ez igaz, de ezek a Titansban voltak. Ezek voltak egyediek úgy erre a játékra, én azt mondom. Itt vannak akkor, hogy milyen helyszíneket készítettek és akartak, és itt vannak a skinek, ezek lenni. Ilyen skinek vannak akkor a játékban. A boxoló, wow, az igen, jó néz, az astronauta, az a Rhino Roller skin, és akkor ez, ez nagyon jó néz ki, ez a zuhanás, ez a zuhanó skin, az jó, aztán ez a shave, jó, a skinek elég jók, így, hogy rajzolták, ezek meg a titán hősök, meg a sima titánok, hát hoztak kettő, ez az Anubis volt, meg a Psycho Mandrake, ez két egyedi titán, szerintem egész jók voltak. Itt a Rhino Roller boss, itt meg a legvégső felöltözött final boss. Hát volt koncepció, az biztos, de hogy hozták el? Jó, találkozunk legközelebb!